Mi a baj a styled component nagy projektekben? Megtudhatod ebből a videóból. Zsolt vagyok a programozáskarrierhu itt a szoftverfejlesztéshez és karrierépítéshez szükséges képességeket fejlesztjük. Iratkozz fel a csatornára, ne felejtsd el a lájkot ot sem. És nézzük meg a mai videónknak a fő témáját. Nos, sokan már használják a styled component sőt, ha megnézed a State of JS legújabb közöleinkutatást, vagy akár más közöleinkutatásokat arról, hogy milyen technológiákat használnak, valamilyen kis CSS in JS, tehát a CSS a JavaScript-ben, vagy Style Components, vagy valami más irányvonalat, nyilván egyre többen elkezdtek követni, sőt, ha már Social proof van szó, akkor már az Euróvíziós Dalfesztivál is ezt használja, tehát akkor biztos jó lesz mindenkinek, ugye? Csak hát hozzáteszem, hogy jó van, itt vannak ezek a cégek, az, hogy a Google hol használja, meg hol nem használja, vagy a Zillow, vagy a GitHub, az egy másik kérdés. De most nézzük meg, hogy technológiailag mi szól a Style Components mellett, és mi szól a Style Components ellen. A mai videónkat egyébként a Programozás Karrier Klub támogatja. Mi támogatjuk saját magunkat nyilván. Tehát a megnyitott, hogy a Programozás Karrier Klub most ebben a hónapban, júliusban, és július végéig tart nyitva. Nyilván amikor felveszem, akkor még zárva van, mert előre vettem fel ezt a videót. És itt láthatod, hogy mikor záródnak a kapuk. A hónap végén fog záródni. Rengeteg lehetőség van a tanulásra, a fejlődésre, és ezt egy méltányos áron ahhoz képest, hogy, hogy, mennyi mindent ugye nyújt ez a klub például többek között, akár élő webinárokon, konzultációkon is részt vehetsz. Nos, akkor nézzük meg ezt a Site Components témát. Arról szól a Style Components, hogy egy React komponens például, ha létrehozol, például a const button, akkor ide írod azt, hogy styled, és magát a CSS tudod írni egy ilyen tagged template-be, tehát gyakorlatilag írsz egy backticket az elején, írsz egy backticket a végén, és a kettő között ott lesz a CSS. És ilyenkor az történik, hogy maga a style components létrehoz egy új osztályt, egy korábban nem előforduló osztályt, és hozzárendeli ennek a komponensnek a példányaihoz a dokumentum objektum modellben. És ezeket a stílusokat pedig beilleszti a stílusokhoz. Egy nagy érdekessége van még, hogy mindez futási időben történik, tehát amikor a program fut, és ezt a komponens, például ezt a button létre akarja valaki hozni, akkor a gomb létrehozása alatt ezeket a stílusokat feldolgozza maga a program, de korábban nem volt még ott ugye a, a CSS-ben ez a rengeteg szabály. Na most ennek vannak előnyei és hátrányai. Az előnye nyilván az, hogy amikor viszonylag kevés komponens használunk ahhoz képest, hogy mennyi mindent tudnánk használni, mondjuk, 25 komponens van fent az oldalon, és mindezt mondjuk 400 komponensből válogatjuk, akkor nyilván kevesebbet kell betölteni az elején, tehát az első kezdeti betöltés az. Talán még gyorsabb is lehet, de én nem mondanám azt, hogy feltétlenül sokkal gyorsabb lenne, már csak azért is, mert ez a kód is a JavaScript része, és ezt a JavaScript kódot le kell tölteni, és a mai számítógépek már viszonylag gyorsak ahhoz, hogy ne érzékeljük a különbséget ahhoz képest, hogy a teljes CSS betöltjük, vagy csak egy kis részét. Az viszont, hogy futási időben történik ez az egész, ennek már viszont van egy nagyon nagy hátránya. Futási időben nyilván. A hátránya az, hogy a react az optimalizációs mechanizmusai ellen dolgozik a Style Components, legalábbis a mostani 2024-es változata, ami azt jelenti, hogy a React egy kicsit kevésbé tudja optimalizálni a renderelést, és ezért lassabb lesz maga az oldal Style components -el. Hogy ez mennyire lényeges vagy nem lényeges, ezt én magam nem mértem meg, viszont több visszajelzést már Fogattam arról, hogy hát bizony nem mind varangy, ami fénylik, a side component sem. Gordon fletcher az egy idézet egyébként a tökéletlen katona kettőből. Nos, ugye nem mind varangy, ami fénylik. A style componentsnek leginkább ez lehet most a motója, mert az a helyzet, hogy ö, elveszítjük a kontrollt, az alkalmazásunk felett. Mert mi történik, amikor React programot írunk? Rábízzuk a react -re, hogy ő majd optimalizálja nekünk a teljesítményt azáltal, hogy van egy dokumentum modell, és van egy árnyék dokumentum modell, a shadow dom. Van a real dom, a valódi dom, meg a shadow dom. És a style components-el valamilyen szinten a kettő között szinkronizáció ellen dolgozunk. Ez az egyik nehézség, hogy a kontroll a kezünkből egy kicsit kiesik. Na most van egy ennél súlyosabb probléma is, egy nagy alkalmazásban. Ez pedig az, hogy karbantartási szempontból egy kicsit nehezebb a feladatunk akkor, ha van például egy komponens könyvtárunk, és ebben a komponens könyvtárban általános, szabályok, általános paletták, themek vannak, ugye a theme az azt jelenti, hogy például a light theme, dark theme, hogy valamilyen szín paletta, színösszeállítás, grádiensek, meg egyéb jellemzők, egyéb stílusbeli jellemzőknek a gyűjteménye, rá lehet, tehát rá lehet húzni magára, az oldalra, magukra, a komponensekre. Mondjuk a light theme az világos, a dark theme, dark theme az sötét. Volt annak idején egy Formula 1 -jel foglalkozó oldal, ott például volt, ha minden igaz, akkor 12 vagy 13 theme, mert akkor még 12-13 csapat volt a Forma 1-ben. Ha valaki például McLaren Drucker, akkor annak ilyen ezüst színű volt a mert akkor még ezüst színű volt a McLaren, és nem narancsárga. Ha valaki Ferrari is volt, akkor az pirosban tudta megnézni az oldalt, és fekete betűkkel. Na most nyilván 11 néhány témet karban tartani, az viszonylag nehéz volt, és évente egy-kettőt meg kellett változtatni, tehát ez, ez a próbálkozás ez egy kicsit drága volt, ez nem, nem ez nem volt fenntartható, ugyanakkor egy érdekes ötlet volt, és értelemszerűen ilyenkor a különböző theme megoldásokat viszonylag karbantartatóan kellett írni, hogy könnyű legyen újat létrehozni, meg könnyű legyen őket megváltoztatni. A style components el az a probléma, hogy ahhoz, hogy ezt meg tud tenni, a komponens könyvtáradat át kell formálni, és ezek a theme megoldások, Definíciós fájlok -ok, ezek más formátumban lesznek, mint amelyek korábban voltak. A másik érdekesség, hogy ebben a Style Components részben a CSS-en belül tudsz JavaScript-et is írni, tehát a React propoktól függhet maga a stílus, és ezért van az, hogy ez csak és kizárólag időben hozható létre, és ezért van az, hogy a teljesítménye hagyhat maga mögött kívánni valókat. És ezért is van az, hogy kicsit nyilván, ha hagyományos CSS megoldásod van akár a palettára, akár más, más, más definíciókra, más konstansokra, akkor nehezen működik együtt a kettő. És akkor karbantartási problémák lesznek, mert viszonylag sokan akkor elkezdik hekkelgetni magukat a, magukat a, a stílusokat mert milyen könnyű az, hogy jaj, szükségem van egy komponensre, létrehozom azt, hogy styled pont, és akkor itt mondjuk egy gombra van szükségem, buttonra, és akkor itt írom a stílusokat. Ez milyen, milyen, könnyű. Milyen könnyű újra feltalálni a spanyol viaszt, vagy a kereket, és újra meg újra ugyanazokat a stílusokat megírni kétszer, háromszor, ötször, tízszer. Nyilván meg lehet ezt is megfelelően absztrahálni, ez az, az absztrakció az azt jelenti, hogy a közös részeket kiemelni, és megfelelő struktúrát, szerkezetet adni neki, Ugyanakkor megfigyeltem, hogy itt van egy pszichológiai blokk is. A pszichológiai blokk arról szól, hogy amikor az emberek viszonylag könnyen tudnak stílusokat írni a JavaScript fájlhoz, ugye ez például inline stílus, akkor lehet, hogy van valamennyi visszatartó erőjük, hogy na jó, akkor nem írok ilyen dupla kapcsolatú ugye inline stílusokat, mert akkor rám szólnak a code reviewerek, ugyanakkor a Start components esetén nem szólnak rád a code reviewerek, ugye, akik átnézik a te kódodat és véleményezik, hanem egyszerűen csak megengedik. És uh, könnyebben tudsz rossz kódot írni components-ben, mint uh, ha hagyományos CSS fájlokat írnál, vagy 100 vagy lesz fájlokat, és akkor ott azért tényleg feltűnő lenne egy inline CSS. Sokan azért voltak a start components mellett, mert azt mondják, hogy jaj, hát a separation of concerns, az a, a felelősségkörök szétválasztása, ez teljesül, mert, mert mégis a komponenshez magához hozzárendel egy osztályt ugye maga a program futás időben. De ez nem igaz, hogy ez, ez, egy elégséges feltétel ahhoz, hogy a separation of concerns, a felelősségek szétválasztása teljesüljön. Mert itt van a dokumentációban konkrétan az, például ez a rész, hogy JavaScript-et tudsz beletenni, nem a vízből az oxigénbe, hanem JavaScript-et tudsz beletenni konkrétan a CSS szabályok közé. És itt már, ha JavaScript van a CSS-ben, az, az hogy lehet felelősségkörök szétválasztása megfelelő módon, mert nekem ezt, én, nekem ezt így nem nagyon sikerült még belátnom, hogy rendesen szét vannak-e a felelősségkörök választva a válasz az jó eséllyel az, hogy nincsenek szétválasztva a felelősségkörök, és ezért van az, hogy nagyobb alkalmazásoknál, ahol mondjuk több százezer sornyi program van, ott jó eséllyel karbantartási problémákat fog okozni a Style Components. Tehát vigyázz a Style components vigyázz minden új csillogó technológiával, nem kell mindenre, mindenre, rá, ráre, mindenre rárepülni, mert mint mondtam, nem mind vangy, ami fénylik. Tehát ez a véleményem a Start components Komponensről lehet vele vitatkozni a kommentben, hogy jó, nem jó, javasolt, nem javasolt. Nyilván én, az én állításom az, hogy nagy projektekben, nem az, hogy egy ilyen kis mini alkalmazásban most jó, nem jó, hogy egy hét alatt összedobsz egy prototípust, még szép azt használsz, amit akarsz, engem annyira nem érdekel, hogy most egy, egy ilyen egy hétig tartó alkalmazásnál most mit használsz, mit nem használsz. Ugyanakkor, ha érdekelnek a különböző technológiák, amelyek időtállóak, és egyben a programozási, szoftverfejlesztési képességeidet fejlesztik, mesterséges intelligenciai támogatással, akkor javaslom, hogy csatlakozz a Programozás Karrier Klubunkhoz, a hónap végéig van erre lehetőség, úgyhogy nézd meg mindenképp a leírást, nézd meg, hogy mi mindent kaphatsz ugye a klubon belül, akár élő alkalmakon is tudsz velünk mentorokkal konzultálni, és uh, csatlakozz még azelőtt, hogy itt lejár az idő.